Isten irgalma olyan, mint a teremtő erő. Hogy az Isten akkor, amikor megalkotta az embert, akkor szeretetből hozta létre. És az Isten nem akarja a bűnösnek a halálát, hanem hogy letérjen az útjáról, és új életet kezdjen az Istenben. Az Isten szeretetből alkotott meg bennünket, és mindegyikünket arra teremtett, hogy az ő boldog életének a részesei legyünk. Ugyanakkor az Istennek az irgalma, szeretete azt is jelenti mindannyiunk számára, hogy az Isten újját teremt bennünket. Ha az ember valóban őszintén bűnbánó lélekkel megbánja a bűneit, akkor remélhetünk az Istennek a szeretetében, az Istennek a jóságában, amely új életet akar mindannyiunk számára adni. Zakeusnak a példája is pontosan erre irányítja a figyelmünket. Ez a kistermetű, bűnös, vámos, akit az emberek utálnak, hiszen a zsidó világban ő hazaárulónak számított, mert a rómaiaknak szedte az adót. De mégis ebben a bűnös vámosban ott van a vágy, hogy szeretne találkozni Jézus Krisztussal, szeretné őt látni. És az Úr Jézusnak a szíve megesik ennek az embernek a láttán, sőt, azt mondja neki, hogy ma a te házadban kell megszállnom. Milyen érdekes, hogy az ember, aki vágyik az Istenre, az ember, aki szeretne találkozni az Úr Jézussal, annak az Úristen megadja azt a kegyelmet, hogy egyszer ténylegesen találkozzon vele. Ma a te házadban kell megszállnom. És Zakeus örül. Örül annak, hogy ő, mint bűnös és megvetett ember, a házába fogadhatja az Úr Jézust, a gyógyítót, az orvost, aki elveszi az embereknek a bűnét.